Hol a képernyő közepe? Sziasztok, Nekrokrim vagyok, és mi a jó Istent akarok én ezzel kérdezni, ugye? Egy kis bocsánatkérés, a COD rajongóktól rég nem jelentkeztem, COD-dal nagyon beleástam magam Battlefield-be videóiba, játékába, és nagyon élvezem, ám időnként átsunyogtam Call of Duty-hoz, és megfigyeltem megint csak egy dolgot, biztos, hogy megint nagyon idősödöm, de a megfigyelésnek köszönhető az is, hogy egy csé játékos videó nézőm hagyott egy kommentet, és rádöbbentett valami olyasmire, amit elkezdtem elfelejteni meg figyelni magamon, illetve alkalmazni, mert egy időben automatikus lett, de most úgy látszik megint csak nem automatikus, ám egy lényeges pont abban, hogy növekedjen a játék teljesítményünk és jobbak legyünk. Na most, mi is lenne az, még mielőtt viszont ebbe belevágnék, fel szeretném érni, mennyire vagytok jó diákok, mennyire figyeltek oda a videóimra és tanácsaimra, mert azért sokszor mondjátok, hogy beválik, de kíváncsi vagyok azért, mennyire tudtok ti figyelni és gyakorolni. Amúgy ez is egy olyan fizikai megközelítése lesz a Call of Duty-nak. A találós kérdés pedig az, ez a játék, kicsit beszünk a játékról, hogy segítség is legyen, ez a játék nem az, amit megszoktatok tőlem, ez egy kicsit rosszabb játék, direkt csináltam egy ilyen rosszabb játékot, mert egyrészt köze van a mondani valómhoz, másrészt pedig kíváncsi is vagyok rátok, hogy mennyire tudtok figyelni. A játék alapvetően rossz, viszont egy adott pontján megváltozik a játék, és el fogom érni a célomat, a célom behívni a kisztrikeket, röppent egyszer, ugye miért is küzdünk Call of Duty-ban, ki miért, és szeretem a kisztrikeket, a célom az volt, hogy beírjam a kisztrikeket, és volt egy, elérkezik egy pillanat, amitől elkezdem behívni a kisztrikeket, és az egyik videóhoz kapcsolódik a válasz, az előző videómhoz, és kíváncsi, ki az, aki észreveszi, hogy mitől változik meg a játékom, és érem el a célomat. Nem egy olyan tipikus nekrokrim, agyon taktikázom magam dolog. Arra ne gondoljatok, de kíváncsi vagyok, hogy észreveszitek-e, hogy látjátok-e, hogy mi az, amitől ez sikerül. Persze egy módja sikerül azért is, mert elkezdek figyelni arra, amit most ebben a videóban szeretnék mondani, de hozzá csatolódik a másik dolog is, és kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e, hogy mi az. Nos, itt most majd elválik. De beszéljünk egy kicsit a témáról, ugye hol a képernyő közepe, és azért mondom, hogy csés kolléga, hello, mert nálatok ennek nagy hangsúlya van, azt hiszem, és bár nem magam, nem játszottam sokat csével, de úgy vettem észre, hogy igen, lényeges momentum a játéknak abban, hogy halálosabb legyél, mint a másik lövés közben, és az pedig az, hogy megtanulod egy olyan ponton tartani a fegyvered, ahol Call of Duty-ra áttérve, ahol a fegyver golyó szórása, illetve ugye a célkereszt maga mellkas fej környékére néz. De ezáltal ugye a golyó szórás mellkast vagy fejet fog, nyakat fog találni, mindenképp olyan pontot, ahol magasabb a sebzés, ezáltal kimentve téged egy szorult helyzetből gyakorlatilag. És ugye régen nem voltak, ugye COD-ban volt a stopping power, stb. Mindenki azt használta, ezáltal a fegyvereknek volt egy maga egyenlősége, de ugye, hogyha egy submachine gun-t veszel a kezedbe mondjuk egy AK-12 ellen itt Call of Duty Ghost-ban, nem biztos, hogy sok esélyed van távolról vagy közelről, de és ezért ez a módszer segít rávezetni arra, hogy az erősebb fegyverek ellen is legyen esélyed gyakorlatilag, és mégis meg tud nyerni a csatát, vagy segít abban, hogyha nem voltál gyorsabb, mint a másik, mégis kihúzza bajból. Mert ez is egy pont, ami megkülönböztet az átlagos Call of Duty játékostól, és segít abban, hogy jobb legyél, hogy gyakorlatilag mi az, ami segít abban végül is, hogy mégis te nyerd meg a csatát, amikor a másik kezd el előbb lőni, és most kivételen elnézve attól, hogy internet ping és stb. De van egy módszer erre. És bocsánat, és az pedig az, hogy megtanuljuk a képernyő közepén tartani a fegyverünket, hogy tudjunk mellkas fej környékére célozni. Na most ilyenkor ugye sokan azt gondoljuk, mert mikor bespawnolunk a játékban, a fegyverünk tökéletesen középre néz, vagyis a célkereszt tökéletesen középre néz. Minden oldalról egyenlően oda néz, és hát
Ugye sokan hajlamosak vagyunk ott is tartani a fegyvert, pedig alapvetően ez nem jó. És egy rossz érzés. Jó, mert így tökéletesen a teljes testet átfedi a golyószórás, de viszont nem annyira hatékony játék szempontjából. Ugye elég őrültséget mondok, azt hiszem. A csés kollégák azt hiszem ebben egy kicsit talán tudnának igazolni, mert ők kénytelenek no zoomban lőni, mivel náluk azért egy-két fegyver kilételével nincsen zoom, és nagyon meg kellett tanuljanak, ugye akik igazi prók, azok megtanultak fej, mellkas lőni, mert gyakorlatilag ugye ott sebez, magasabb a sebzés. És kodban is van szerepe ennek, és hogyan érheted el, hogy megtanult azt, hogy mellkas és fej környékére tartod a fegyveredet, mind zoom és no zoom szempontjából. Én hogyan tanultam meg annó hardcore-ban, mégpedig ugye itt most jön a nagy trükk, semmi extra, gondolom sokan észrevettétek, ezért kimondom, mert sokszor az egyértelmű dolgokra nem figyelünk. Magát a fegyvert no zoomban, például most beszélünk kicsit no zoomról, magának a fegyver csövének a végét egy kicsit följebb tartod a képernyő közepétől. Magyarul egy kicsit az eget nézed, mondjuk egy olyan 5 mm centi környékére elkezded az eget nézni, és ott tartod a fegyvered. Hogy miért szükséges ez? Azért, mert sokan, amikor lövünk, gyakorlatilag egy ilyen megijedünk, hogy lőni kell, egy reflex lép életbe, és ezáltal hátra rántjuk az egeret, levíve egy kicsit a célzás. Nem sokat, mivel már precízen célzunk, de akkor is egy kicsit lefelé kezdünk el célozni. Na most, amikor zoomolsz és hátrahúzod az egeret, abból a magasított pozícióból, ahol eddig tartottad a fegyveredet, gyakorlatilag fej és mellkas környékére fog érkezni a zoom, és ezáltal fogsz tudni halálosabb sebet ejteni. Na most no zoomban egyértelmű, mert no zoomban van a fegyvered, és hát eleve följebb fog lőni mellkas és fej környékére. Viszont ugye az egyik leglényegesebb szempont az amikor zoomolsz. És ezért a fegyvered egy kicsit följebb kell nézni, egy kicsit az eget kell nézze, azért, hogy amikor zoomolsz, fejre essen az a célzás. Tudom, rohadt nehéz lesz az elején, nagyon nehéz lesz, mert fejre kell célozzatok, meg mellkasra kell célozzatok, és nyakra, és nagyon ugye szűk a célzási terep, hogy úgy mondjam, és nehéz lesz eltalálni az ellenfelet, de megtanultok precízebben célozni, mert kénytelenek lesztek, viszont sokkal halálosabb lövéseket is értek el, ugye fejbe egy-két golyó is halott, mellkasba is két-három golyó, attól függ fegyvertípustól függően, két-három golyó és halott, de gyakorlatilag arra ügyeltek, hogy a fegyver csövének a vége, nem a célkereszt, a fegyver csövének a vége fölfelé nézzen egy kicsit, ne a képernyő közepét, hanem kicsit följebb. És kodban így fogjátok elérni azt, hogy halálosabb sebet ejtsetek, netán, hogyha az illető előbb kezd ellőni, akkor is tinyelnétek meg a csatát. Hogyan kellene ezt gyakorolni az én módszeremet? Ugye kod 4-ben volt egy olyan, hogy M4, ami elég gyors és viszonylag precíz fegyver volt. Ezért kod Ghostban Vector, MV2-ben is mehet a Vector, bár ott egy kicsit gyenged, de mehet a Vector, vagy Scar, bár nagy a szórás, de én azzal tanultam meg valamiért Scar-ral, de Vectort javaslom MV2-ben is. MV3-ban érdekes módon AK-val tanultam meg, újra megint csak. Cod Ghostban pedig most kezdem el újra tanulni, hogy úgy mondjam, az egész trükköt. Szóval fogjátok ezeket a fegyvereket, és az első pár órában csak a no zoomot gyakoroljátok, mégpedig ugye úgy, ahogy mondtam, hogy egy kicsit följebb tartjátok a fegyvert, egy kicsit az eget nézitek. Szóval csak a no zoomot, mindegy milyen távol van az ember, te fogod tudni eldönteni, hogy le tudod-e lőni vagy nem, de mindegy milyen távol van, csak no zoom, csak no zoom, csak no zoom. Egy vektort javaslok itt, vagy jöhet akár az AK-12 is, de a vektorral talán egyszerű. Szóval csak no zoomot javaslok. És amikor már megtanultatok lőni, akkor fogjatok egy mindegy milyen fegyvert, és akkor jöhet a zoomos része. És meglátjátok, hogy mennyire válik be ez a tanács, mennyire igaz, amit mondok. Nálam bevált, én megtanultam ezáltal megnyerni egy olyan csatát, amiből elméletileg vesztesként kellene kijöjjek, és most függetlenül a pingtől. Ennyi lett volna, remélem érthető voltam, ha nem, akkor elmagyarázhatom még egy másik videóval is, de remélem tudok segíteni, és tudod segíteni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!